voltak még hírmondónak abból a csapatból, például Huerre is tagja volt az Eto'nak, valamint természetesen Matkovics is, és miközben én erről beszélek, egy óriási meglepetés, mert hogy vezet a haladás. Ki gondolta volna, rögtön 18 másodperc elteltével megvan a vendégelőny, és azért, ha így kezd a Hali, akkor lesz esélyük a mérkőzésen. A gólszerző egyébként lesántikál a pályáról, 71-essel Vidák talált a hálóban, egy gyors kombináció végén, Matkovics mellett elmegy a labda, és a kapufa kisegíti a haladás támadóját. Kellett egy kis szerencse is, de jó kombináció. Szálkultúra, úgyhogy jó, ha ilyen játékosok erősítik a magyar bajnokságot. Egy eladott labda, itt lehet a második gól, és vezet a haladás ma immár 2 góllal. Hát csupa meglepetés ez a mai mérkőzés. Egy hiba, egy eladott labda, és Hegyesi Zsolt talál a hálóba. Hideg zuhany a győrieknek, és így örülnek a haladás szurkolók, akik elég sokan elkísérték a csapatot. Huerre, akit dicsértem az imént, ő hibázott, és megpattan ugyan a labda. Beleér Matkovics, de védhetetlen. Így is bevágódik a labda a hálóba, és időt is kér rögtön. Márkos a Gyurcsányi, de nem szólt a síp. David Moura, a portugál tánc. Sikerül középre tenni, szép itt a Győr, Harmis Ákos. Nagyszerű meglátás volt ez a portugál játékostól, és Harmis pedig, hát remekül érkezett. 2-1. Na hát jól kezdődik a mérkőzés, eltelik 6,5 perc, és már láttunk 3 gólt. Itt van David Moura, addig-addig húzogatott, amíg lett egy rés. Eltette ott Hegyesi lábai között a labdát, és Harnis pedig bevágta közelről. És követi őket, nemhogy lábbal. David Moura elesik, de nem történt szabálytalanság, és most 2-1-ben mehet a haladás. Hegyesi átteszi a másik oldalra, kapja vissza, 3-1. Egy óriási kontra, és egy gyönyörű gól. Ráadásul Drahovszky még kap egy sárga lapot is. Hegyesi pedig a második gólját szerzi. Elképesztő, amit a haladás nyújt a pályán. Turzó József pedig ilyen nyugodtan veszi tudomásul, hogy 3-1-re vezetnek a rendkívül erős Győr ellen. Nagyszerű volt ez az összjáték, Hegyesi visszakapta a labdát, és estében bevágta. Tanítani való, ezt így írják meg a könyvekben is, a tankönyvekben is. Nagyon-nagyon kemény és védekezésbe fúló percei lesznek a szombathelyieknek. Nem így lett, mert egy szép kontra után megint ők találtak, és megint 2-vel vezetnek. Sásdi véd egy nagyot, és ott a szépítés, Alex! Hát csak úgy potyognak a gólok. Elkezdődik a 9. perc és 3-2. Alex pedig látszik, hogy ugyanolyan jó formában van. És időt is kér Turzó József, meghallgatjuk, mit mond a haladásmestere. Mikor még nincs nálunk a labda. Segíteni kell a másiknak, nincs nálunk a labda, és már rongyoltok. Nem beszéltük, hogy azonnal visszatámadnak, erőszakosak, fenn akarnak maradni. A csapatok és a Győrnek pedig muszáj is kockáztatnia. És ott van az egyenlítés. Hát eddig a percig kellett várni, vagy egyszer kellett csak panaszkodni, hogy nem láttunk gólt. Jön Huerre, és egalizál 3-3. Turzó József pedig már le is ül a padra. Azt lehetett leolvasni a szájáról, hogy ezt mondom. Nagyon üresen kapta a labdát Huerre, és szépen kilőtte a jobb alsót. Sásdi most jön Huerre, és van még fél perce az Eto'nak. Harnis. Drahovszky áttal a kapunak. Harnis. Szépen játsza meg a Győr, ha Huerre, és ott van a negyedik győri gól. Ezúttal Drahovszky talál a hálóba, és 1-3-ról fordít a Győr. Immár ők vezetnek 4-3-ra. Hát tényleg életveszélyes volt az a támadás. És gólra is váltották ezt a győriek. No hát ennyire jó ez a Rába Eto, ennyire erős csapat. Harnis visszatette Huerrának, aki átteszi a másik oldalra. És Drahovszkynak csak be kell passzolnia. Sakmat, 4-3.
ő a csapatkapitánya egyébként a haladásnak. Harris. Drahovski egy csel befelé, Drahovski és 5-3. Szépen csinálta a szlovák játékos. Egy csellel elküldte a védőket, aztán pedig laposan bevágta. A második gólját szerzi a mérkőzésen. És itt vannak a győri szurkolók. Nem léptek ki rá. Az egyik játékos ezzel a csellel becsapta. Ott volt még Horváth és ott volt Bencsik. Ők már túl távol voltak és ásd is tehet. Öreg Laki és megint Halmos. Vidák. Vidák ott marad előtte, és 5-4, Vidák a második gólja a mérkőzésen. No, hát itt lehet akár az a fordulat is. Megint egy egyéni akció, úgy tűnik, hogy a második félidőben ez dívik a csapatoknál. Kellett egy kis szerencse is Vidák góljához, mert előtte maradt a labda, de hát nem kell ezt magyarázni. Itt vannak a nagyon lelkes szombathelyiek, itt pedig a gól. Egyszer rálép a labdára Vidák, aztán Alexről visszapattan elé, és még Matkovics is beleér, úgyhogy ez többszörösen Fortuna istenasszony által kísért találat volt, de hát a lényeg haladásnak. Ugye láttuk már, hogy egy másodperc alatt is lehet meccset nyerni. A románok ellen sikerült ez nekünk magyaroknak. Kérdés, összejön a haladásnak az egyenlítés? Nem, mert hogy ebben a pillanatban letelik a 40 perc, és a Rába Eto egy kőkemény mérkőzésen megvédi a Magyar Kupa címét. A két mester gratulál egymásnak, sok nagy csatát megéltek már, de talán ez volt az egyik legnagyobb. Örülhetnek a győriek, és nem csak azért, mert megvédték a Magyar Kupa címüket, hanem ahogy tették ezt. Tényleg egy remek csapat ellen kellett helytállniuk, és a haladás is mind